Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című műsorunkat látják. A mai műsor témáját nagyon röviden meg tudom fogalmazni. A golf, mint sport, és a golf nyíregyházi vonatkozása, és vendégem a témában, Závadszky Bálint, tartsanak velünk. Bálint, köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a meghívást erre a beszélgetésre, és én borzasztóan örülök, hogy össze tudtuk hozni több hónapos próbálkozás után. Most október hónapban járunk, és valószínű szerencsém van abból a szempontból, hogy ide tudtál jönni hozzám, hogy most több napot tartósan Nyíregyházán, azt is mondhatom, hogy Magyarországon tartózkodsz. Hogy telnek ezek a napok mostanában? Mit csinálsz itthon? Köszönöm először is. Másrészt pedig, hát most már az év vége felé közeledünk, azért most már ritkulnak a versenyek, nem mint egy nyári időszakban, amikor volt olyan, hogy egy másfél hónapot nem tudtam az országban se tartózkodni, folyamatos versenyről versenyre való utazásnak köszönhetően, de most már csak hétvégentére szorulnak a versenyek, és hétközben pedig már a tanulási és a gyakorlásé a főszerep, és ezután pedig majd a félévi és majd az évvégi vizsgák következnek, amikor is közben pedig már az edzések újra belejönnek. A te tanulási módszered roppant sajátos. Mindig így tanultál? Igen, egészen már negyedik osztályos korom óta magántanuló vagyok, és ez így alakult ki, mivel hogy a versenyek miatt nem tudtam az órákra beérni, mivel már vasárnap éjszaka értünk haza hétfő hajnalba, már akkor úgy annyira nem volt jó hétfőn bejárni, akkor már pénteken vagy csütörtökön se tudtam menni, azért mert már versenyre kellett indulni, úgyhogy ez így kialakult magától. És jó tanuló vagy amúgy? Igen, 10 osztályon keresztül kitűnő tanuló vagyok. És mi a kedvenc tantárgyad? Hát ilyen alap tantárgy, matematika, történelem, informatika, ezek így a főbb. Más fiataloktól az ember úgy nagy csodálkozással, kíváncsisággal, ha megkérdezi, hogy 16 éves vagy most ugye, mi leszel, ha nagy leszel? A legtöbben nem tudják. Az szerencsés, akinek vannak sejtései, és mondjuk már fakultációkat választ, vagy elkezd specializálódni. Hát golfbajnok, kupagyőztes esetében. Én nem is tudom, hogy kérdéses-e, hogy a jövőd egyelőre belátható időn belül mit tartalmaz. Kérdéses? Hát az A-terv az lenne, hogy a profi golfozónak elmenni. A B-terv pedig az, hogy továbbra is a golfnál maradni, és egy egyetemi csapatnál amerikai egyetemre járni. És el tudod-e azt képzelni most, hogy bár te egy fiatal felnőtt vagy, és ahogyan éled az életedet, amit az életedbe ez a profizmus hozott és a sport hozott, egy kicsit ugye felnőttként is mozogsz a világban, hogy el tudod-e azt mégis képzelni, hogyha picit elvonatkoztatsz a sportottól, hogy mihez lenne egyébként még kedved? Hát ez így nagyon, nagyon érdekes, mert hogy ez így nagyon nem fogalmazódott meg bennem külön, mivel tényleg gyerekkorom óta a sportot űzöm, ezért így kifejezetten ezen nem gondolkoztam, mert ez volt a terv, és a saját tervem is, hogy ezt valósítsam meg. És melyik sulinak a tanulója vagy? Az ötvösnek a tanulója vagyok, ott vagyok, mint 11-es tanuló jelenleg. Az, hogy bárhol is vagy a világban, bátran fogalmazhatunk így, hiszen óriási távolságokat tettél már meg az elmúlt években, azért te még mindig Nyíregyházára jössz haza. Vajon meddig? Hát ezt nem tudom. Erre nem tudok választ adni, de reméljük, hogy még egy darabig igen, és innen is fogom tudni folytatni még a versenyekre való eljutásokat.
Hát csak ugye telik az idő, néhány év múlva érettségizel. Ugye itt Magyarországon a középiskolai oktatásban való részvételt ott akkor úgymond lezárod, és akkor visz az utad akár a tengeren túlra? Elképzelhető, mivel ha az A-terv valósul meg, mint profinak kell menni, akkor még először Európában lesz a versenyzések, utána a világszerte, abban az esetben még az Magyarország körül maradok, vagy Európában, ha pedig a B-terv, az egyetem, az pedig nagyon nagy eséllyel Amerikába lesz, úgyhogy abban az esetben pedig Amerikába költözök át. Ha azt kérdezem, hogy van-e előtted minta, vagy példakép, vagy én nem is tudom, hogy tehát magyarországi vonatkozásban lehet egyáltalán gondolkodni? Hát egy külföldi profi golfozó példakép van. Magyarországi jelenleg nincsen, aki a profi túrokon játszana. Ilyen játékos jelenleg Magyarországon nincsen, de külföldi példám van, akinek mint példakép felnézek. Elmondod, hogy ki ő? Igen, ő Matthew Fitzpatrick. Ő egy European Tour játékos, az európai túron jelenleg is ott játszik, és ő is fiatalon került oda, úgyhogy ezért ő a példaképpen. Ő más valamiben, mint a többiek, vagy ez a különlegessége, hogy ő is nagyon fiatalon már bekerült az élmezőnybe? Fiatalon, és nem is nagyon magas, hanem egy ideális, aránylag egy ideális magasságon egy ilyen 184-185 centi körül van, és pont ez a érdekessége, hogy fiatalon nem is olyan nagy növésű, és mégis oda tudott kerülni, mert volt hozzá szerencse, tapasztalatok, valamint... Meg gondolom kitartás. Igen, az is nagyon fontos. Ha már itt tartunk, akkor mondd már el nekem, hogy mi a legideálisabb egy golf játékosnál? Már ha itt a magasságot kiemelted például. Hát például magasság, de nagyon sokat számít az is, hogy például ugye a mozgás, a swing síknak, meg a swingnek a kialakulása, ugye ez attól is függ kinek, hogy a mozgás adottsága, hogy engedi, attól is nagyon sok minden függ, valamint a golf, ez nagyon nagy százalékban egy feljáték, úgyis fejben is nagyon jól ott kell tudni lenni egy 4-4 és fél órán keresztül a pályán, ezen is nagyon sok múlik, valamint még igazából az, hogy az évek során kinek ezek hogy alakulnak ki. Folyamatosan az jár a fejembe, hogy lehet az, hogy itt Nyíregyházán kinőtt a földből egy ilyen tehetséges fiatalember, de hát nyilván édesapád érdemeiről beszélnünk kell, mert én nem is tudom, hogy te valaha fogtál volna-e golfütőt a kezedbe, hogyha ő nem adja oda. Hát ez lehet, hogy előfordult volna, hogy nagy valószínűséggel nem, mivel hogy őtőle ismertem meg ezt a sportágat, ő golfozott előtte, és hát mint kisgyerekként, amit apa csinál, én is elkezdtem őt leutánozni, és így először még a nagyütőkkel elkezdtem csak úgymond poénból ütögetni. Halonászni. Igen, majd később, amikor apukám látta, hogy hát ezzel talán érdemes lenne foglalkozni, akkor ilyen 6-7 éves koromtól elkezdtünk kicsit komolyabban foglalkozni a golffal, és utána így teljesen megragadt, én teljesen beleszerettem, és ez mai napig így van. És akkor így viszonylag sok golfórád van, akár fejben, akár különböző ugye mozgásgyakorlatokkal. Apa egyébként milyen szinten golfozott, vagy golfozik? Ő hobbi szinten golfozott, egy ilyen középszinten hagyta abba, amikor is azért hagyta abba, hogy engem menedzselhessen, valamint velem a versenyekre tud jönni, engem el kell juttatni a versenyekre külföldön, úgyhogy ő szokott velem jönni, valamint ő az edzőm is, úgyhogy ő neki ez egy teljes projektet tölt ki az életébe, hogy velem foglalkozzon. Illetve amikor ott 6-7 éves korodban kiderült, hogy érdemes veled a tekintetben foglalkozni, akkor én gondolom, hogy a család, az egész család élete átalakult. Hát igen, kicsit. Így felfordult ettől. Az első saját golfütőd az minek kapcsán került hozzád? Hát ahogy apukámtól ugye láttam, hogy
hogy ő ütöget, először a felnőtt ütőket rövidebbre fogva, hát így még megfogván, csak elkezdtem ütögetni, miután ő készített nekem, a felnőtt ütőket levágva, készített nekem rövidebb golfütőket, és azokat, utána pedig már vannak gyártók, akik direkt erre specializálódnak, hogy junioroknak gyártanak rövidebb golfütőket, és utána pedig onnantól azokkal gyakoroltam. És emlékszel rá, hogy mennyi időt voltatok egyszerre kinn a golfpályán? Mert ugye azért Nyíregyháza vonatkozásában elmondhatjuk nagy büszkeséggel, hogy itt ugye épült egy remek golfpálya. Igen, itt egy gyakorló driving range épült, amit apukám üzemeltetett, és hát az elején igazából, mivel ő üzemeltette, én a napjaimat ott töltöttem el, de még az elején csak egy-két órákat, csak úgymond ilyen játékos gyakorlásokkal töltöttem el az elején, aztán ahogy komolyodott, egyre több időt szántunk rá, heti több alkalommal is, hogy gyakoroljunk, fejlesszünk a mozgást. Azon túl, hogy apa látta benned a tehetséget, a rátermettséget, hogy van érzéked ehhez a sporthoz, mi volt az, ami bizonyságot is adott erről? Mennyi időt kellett erre várni? Hát igazából meg kellett azt is várni, hogy kicsit nőjek még, mert ugye nagyon hamar elkezdtem 3-4 évesen, és egészen amikor 6-7 éves lettem, mikor már ezeket a 4-4 és fél órákat végig tudtam sétálni, ez a majdnem 10 kilométereket, akkor a 18 fokú golfpályákat elkezdtük lejátszani, és hát ott láttuk, hogy az eredményben a hétről hétre, vagy hónapról hónapra vannak fejlődések, és hogy ezzel talán megérne foglalkozni, és így jött az, hogy akkor kezdjünk el pár versenyen megmérettetni. Hol volt az első verseny? Magyarországon, Bükkfürdőn, Magyarország nyugati részén volt egy golfpálya, és ott volt az első versenyem, amin elindultam, és már ott is elég jó eredményt értem el, és onnantól pedig a következő évben az országos junior tour sorozaton elindultam, amit a sorozat végén meg is nyertem. És hát ez így úgymond bizonyította, hogy akkor ezzel nem kéne leállni, hanem ezt folytatni kéne, és onnantól igazából versenyszerűen golfozom. Mekkora a mezőny Bálint Magyarországon? Sajnos kevés. Magyarországon 1000 golfozó van, ami nagyon kevésnek számít. Ezért is van az, hogy már most muszáj külföldre menni, versenyezni, mert itthon a kicsi mezőny miatt nem lenne fejlődés, plusz a juniorok között is kevesen vannak, és hát hogyha felszeretnék profi mezőnybe jutni, akkor pedig ugye elengedhetetlen, hogy a külföldi játékosokkal együtt megmérettetni, nézni, hogy milyen az európai mezőny, stb. Hány golfpálya van Magyarországon, te tudod? Magyarországon 8-9 golfpálya van, ami aktívan üzemel, és hát ez nagyon kevés. Például, hogyha nézünk ehhez képest egy spanyolországi régiót, akkor ott majdnem egy 20 kilométeren belül található ugyanennyi golfpálya. Úgyhogy... Hát különböző spanyol tartományoknak ez az egyik vonzó igen. értéke, tehát amit kiemelnek önmagukkal kapcsolatban. Van kedvenc golfpályád most így a világ tekintetében? Hát igazából így, hogy kedvenc golfpálya így nagyon... Vagy ami valami miatt kivívta úgy az elismerésedet, hogy azt mondtad, hogy na, nem tudom, hogy látványban lehet-e egyik sokkal szebb, mint a másik, vagy technikai szempontból. Persze, hát ezeknek pont az a különlegessége, hogy a természeti adottságok miatt nincsen két egyforma golfpálya, pont ez a nehézségük is. Több kedvencem is van, így a európai régióban, ami így kialakult, de így nehéz megnevezni, mert hát egy évben rengeteg pályán játszom, és mindig van újabb, szebb, és mindig másmilyen, ami más szempontból nehezebb, vagy pont a környezet olyan, ami miatt mondjuk máshogy néz ki, mint a többi. De egyik sem került egy kicsit érzelmileg közelebb hozzád, vagy egy szép élmény, vagy bár rengeteg szép élményed van, de mégis, hogy megfogott hát volna? Olyanok esetleg, ahol ütöttem az úgynevezett hole-in-one-t, ez ami egyből a lyukba, ezek ami ilyen egyik 180 méterről, másik pedig 163 méterről, ezek a párhármas háromütéses szakaszon egyből a lyukba ütöttem, ezek így jobban megmaradtak, talán ezeket lehetne mondani. Akkor hallgatjuk. Az egyiket Portugáliába ütöttem, még 11 évesen, 183 méterről, a másikat pedig
14 évesen Skalicába, ez Szlovákia északi részén található ez a golfpálya. És hát ez azért nagyon ritka dolog, hogy valaki ilyen távolságokból üt egy hole-in-one-t, úgyhogy ezek így a szívemhez nőttek. És haragszol valamelyik pályára? Ilyen kifejezetten nyilván ezt most idézőjelbe tesszük, persze. De amelyik kifogott rajtad? Vannak olyanok, amelyek nehezebbek, de olyankor mindig úgy gondolom, hogy van mi, az egy mérce, hogy ez is egy plusz ok, hogy ebben vagy abban még fejlődni kell, és az is pozitív élmény marad. Egy-egy ilyen különleges ütés, egy ilyen ügyes befejezés után apa hogy reagál, vagy ez mindig más, vagy mindig ugyanolyan, vagy nem, hát ez hogy zajlanak ezek az események? Ennél a pont két különleges ütésnél, ahol én vannaknál apa nem volt velem pont, mert a válogatottal voltam, de hát nagyon örült neki, mert azért mégiscsak egy nagyon különleges dolog, és hát ez azért szerintem mindig más, hogy hat ki az emberre, mindig egy hatalmas öröm. És mikor van veled? Ő vele, amikor vele utazom versenyekre, azokban az időkben, amikor nem jön velem, akkor általában a nemzeti válogatottal utazom el a versenyekre, akkor nem, egyébként pedig mint edző, mint apuka, mint menedzser folyamatosan a versenyeken együtt vagyunk ott. Nagy különbség van, ha ott van veled, vagy nincs? Abban igen, hogy van a játékosok. Bizonyos versenyeken van a játékosoknak úgynevezett segítőjük, akik mehet velük a pályán, és egy-egy ütésben segíthet, hogy a távolság kiszámításánál, vagy esetleg ugye bele kell kalkulálni a szelet abban, vagy hogy milyen ütő legyen a választás abban, és hát ilyenkor nagyon sokat segít azért. Illetve hiányzik, ha nincs ott. Igen. Hogyan látod, hogy meddig tud a ti páros munkátok így működni? Te ezt meg tudod ítélni 16 évesen? Hát nem nagyon, de remélem, hogy minél több ideig. Hova képzeled el magad? Az eredményeid nyilván sokat mondóak. És én most megint arra szeretnék rákérdezni, amit magadban érzel. Tehát te tudod értékelni a tehetségedet? Vagy érzed azt, hogy ez még igenis továbbfejleszthető? Hát mindenképpen továbbfejleszthető gyakorlással, de úgy gondolom, hogy ez olyan, amivel érdemes foglalkozni, és ezt szerintem nem szabad hagyni veszni, és azért is van az, hogy az elmúlt sok évben ezzel foglalkoztam, és ez a tervem, hogy a következő években is ezzel foglalkozom, mivel ez, úgy látom, hogy ezért érdemes törődni. Hát Magyarország jó sportolója, jó tanulója, jó sportolója elismerést 2015-ben kaptad meg először, mert hogy korodnál fogva akkor kaphattad meg először, majd a következő évben és az elmúlt esztendőben is megkaptad, tehát három ilyen oklevél hever most itt előttem. Nyilván egyéb más elismerések, versenyről hozott érdemek is láthatóak itt mellettünk. Ezt azért emelném ki mindenképpen, hiszen golf kategóriában, úgymond, vagy a golf sportágban, én úgy tudom, hogy nincs másnak ilyen elismerése. Jelenleg nincsen senkinek. Én a golf sportban én vagyok az egyetlen, valamint Magyarországon belül is ezt nagyon kevesen kapják meg, 300-400 gyerek kapja meg egy évben. Vagy hát ők azok, akik a kritériumoknak megfeleltek. Amikor megkaptad az elsőt 2015-ben Bálint, az nem volt meglepő, hogy aztán is és azután is megkaptad? Vagy erre lehet számítani, aki már egyszer kap egy ilyen elismerést? Igazából itt a tanulmányi eredményekkel, a 4,5-ös átlag fölötti tanulmányi eredményt kell elérni, valamint a sport eredményekből, hogy megvan azoknak is a kritériuma, hogy külföldi versenyen, hazai versenyen milyen helyezést kell elérni, és ezáltal, hogyha ezek megvannak, onnantól hát igazából lehet bizakodni, vagy hát nagyobb esély van onnantól rá, hogy kap egy ilyet az ember, de hát akkor is ez egy nagyon nagy örömmel tölt el, hogy mégis megkaptam. Hát bennünket meg borzasztó nagy örömmel tölt el, hogy a világban bárhová mész, nem csak Magyarországnak, hanem azon belül Szabolcs-Szatmár, Bereg megye és Nyíregyháza jó hírét viszed. Nem csodálkoznak rád néha, hogy nőttél ki a földből itt egy ilyen egy tehetséges golfozó Nyíregyházáról megjelenik, és akkor arat?
Hát valószínűleg főleg Magyarországon, akik így ezt a történetet így tudják. Külföldön ugye, mint minden más gyerek, ugyanúgy ismernek csak, ahol ismernek már. De csak hogy magyarként nem biztos, hogy olyan sok nem. Junior versenyzővel találkoznak. Hát igen, abból a szempontból igen, hogy voltak már olyanok, hogy hú, Magyarország, hú, az onnan is ott van egyáltalán golfpálya, vagy ilyenek szoktak lenni, de azért igen, vannak, akik rácsodálkoznak. Mi következik most az életedben a következő hónapokban? Most még egy-két lezáró verseny lesz. Most már csak hétvégente, valamint még november elején lesz egy spanyolországi egyhetes túra, ami egy verseny magába foglal, utána pedig a tanulási a fő szempont, a fél évi vizsgák, amint azokat letudtam, pedig elkezdődik az évelei felkészülés külföldi edzőtáborokkal, utána még egy kis tanulás, évvégi vizsgák, és utána pedig újra kezdődik a szezon, ahol nincs megállás, és versenyről versenyre utazás következik. Tudod már a versenyeket, hogy mik lesznek? Azok majd így egészen november, december, meg januárba épül össze a jövő évi versenynaptár, és utána apukámmal átbeszéljük, hogy melyik versenyekre lenne érdemes a jövő évbe elmenni, és ezek alapján döntünk. Tudtok esetleg már most valami olyan kimagaslót, amin mindenképpen szeretnél ott lenni? Mindenképpen a környező országoknak a felnőtt bajnokságain. Az a jövő évi tervek, hogy a kevesebb, de rangosabb versenyeken elindulni, valamint pedig a hazai junior bajnoki címemet ötödjére megvédeni. Ez is egy cél lenne. Ez egy szép cél, szép terv. Kívánom, szerintem, hogy jöjjön is össze. Az jutott ez eszembe, hogy neked így azért szépen az életutadat, amit ugye eddig összeraktál, olyan érdekes így végignézni. De nem csak nekem, aki laikus vagyok, meg magamba tapsolok, meg mosolygok, mikor látom a közösségi oldalon az újabb mosolygós fotót. Már megint nyert. De ugye akikkel versenyzel, vagy akik versenyeket szerveznek, nyilván már ők is ismerik a nevedet. Igen. Tehát mondod, hogy rangosabb, de kevesebb versenyen szeretnél részt venni. Lehet, hogy egy idő után már ugye az adja a rangját ezeknek a versenyeknek, hogy kik mennek oda? És már lehet, hogy te is emeled a rangját egy-egy ilyen versenynek. Elképzelhető a közeljövőben, hogy már egyre jobban alakulnak ki ilyenek is, már akár a felnőtt versenyek között is. De a példának a kájat például most volt 3 hete a bulgár felnőtt bajnokság, ahova címvédőként érkeztem, és hát az is már azért annyiból növelt a rangján, hogy az előző évi címvédő is indult rajta, és egy nem volt rossz címvédés, úgymond egy második helyet sikerült megszereznem idén ezen a versenyen, úgyhogy engem egy nagyon magas szintű német felnőtt játékos tudott csak megverni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez sikeres volt. Hát ilyenkor ezt nem biztos megjegyeznek, akik nem tudnak győzedelmeskedni fölötted. Egy dologról nem beszéltünk még, hogy azért ez nem egy olyan sport, hogy leülünk otthon, gondolkodunk, bár feljáték részben, vagy kell egy cipő, egy megfelelő sportmez, meg a tehetségünk. Tehát itt azért nagyon komoly eszközökre van szükség, amit én nem is tudom, hogy egyáltalán egy helyről be lehet-e szerezni. Van-e egy olyan márka, hogy az mindent tud produkálni? Ez nektek könnyen ment, vagy van-e, aki segít ebben? Vannak különböző márkák ebben is, mint minden másban. Különböző sportszergyártók, akiktől be lehet szerezni, és hát ez igazából egyedileg megy, mindenki ezeket magának állítja össze, vagy szerzi be, és hát ez igazából a ruházatban ugyanúgy, mint minden más területen, ugye, hogyha elkopik, elhasználódik, kinövi az ember, akkor újat kell beszerezni, valamint az ütőknél is ugyanígy van, hogy elhasználódnak, vagy pedig, hogyha ha az ember kinövi őket, azokat is úgymond, akkor azokból is újat kell beszerezni, és hát ezt magának intézheti az ember, vagy pedig a klubján keresztül tudja. Van szerencseütőd? Hát ilyen kifejezetten nincsen, mert ugye minden golfütőnek megvan a saját távolsága, amit lehet vele ütni,
És ezáltal... Szerencseütő sorozatot. 14 ütővel áll egy szett, és mindegyik más távolságot tud, valamint van a gurító ütő, és ezért így kifejezetten nincsen, de a jelenlegi szettemet nagyon szeretem, ezt tavaly állítottuk össze, és hát az idei év úgy mutatja, hogy ez jól sikerült. Tettél el esetleg valamit kisebb gyermekkorodból, valami kedves emléket, ami az életedben ennek a sportnak az indulására emlékeztet? Hát a kezdő ütőimet, hogy milyen kicsi ütőkkel kezdtem, azok megvannak, valamint vannak ilyen erekék eltéve, ahogy az utamon végigjöttem, ahogy felnőttem, mind a kupák, mind pedig az ütők, vagy más ilyen emléktárgyak még. El tudod képzelni, hogy a golf nélkül legyél? Jelenleg nem nagyon. Nem nagyon. Uh-huh. Főleg amennyi időt már beleáldoztam, és amennyi évet ezzel töltöttem, így most már nem. És most hány nap fog elmúlni golfozás nélkül, vagy soha nem múlik el egy nap se? De amikor itthon vagyok, akkor az általában a pihenés része. Most még két napot itthon vagyok, és utána pedig egy itthoni verseny lesz. Ilyenkor most ez a két-három nap, ez most pihenéssel, tanulással fog eltölni, utána pedig a verseny következik, amikor is az egy kétnapos verseny lesz, plusz előtte egy gyakorlási lehetőséggel, utána pedig, ahogy hazaérek, újra tanulás, pihenés, valamint már elkezdődnek a beltéri edzések is, amiben magába tartozik, mint kondizás, mint úszás, uh-huh. vagy pedig beltéri gyakorlások. Uh-huh. Gondolom, az erőnléted, hogy ez megmaradjon. A végére most nem komoly talanságból, de mégiscsak szeretnék föltenni egy olyan kérdést, hogy ha te most elkezdenél velem foglalkozni, és hogyha bármi affinitásom lenne ehhez a sporthoz, mennyi idő után tudnék egy olyat ütni szerinted, hogy az értékelhető legyen? Hát igazából ez adottságoktól is függ, hogy kinek a mozgásra, ki hogy érez rá, vagy... Kézilabdáztam, és nagyon szerettem, de itt nem az ütőt kell haigálni, hanem azáltal kell eljutatni. Igen, a mozdulatot ki hogy tudja végrehajtani. De hát igazából egy 20-25 perc, fél óra után igazából el lehet annyira sajátítani, hogy már a labda úgymond repülni fog, kisebb távolságokat még az elején, de az elején azért az is nagy sikerélményt okoz, de egy kisebb idő után már azért a labdát meg lehet reptetni, úgymond. Uh-huh. És akkor sokszor 25 perc után meg még bármi is lehet. Igen. Na hát ettől függetlenül azért Magyarországon, amit te elértél, azt még ugye másnak nem nagyon sikerült. Én gratulálok Bálint, és további nagyon sok sikert és örömöt kívánok ezen az úton neked. Kedves nézőink, a mai életvitelben Závadszky Bálinttal ismerkedhettek egy picit közelebbről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.